Aj, de ezt a Jézusom, ez be van! Ez is őrült. Nézze, úristen, a székbe be... Sziasztok! Tankoltál már? Van jogsid? Vagy úgy tankoltál, hogy még nincs jogsid? Volt ilyen? Mert elméletileg most venni fogunk egy gas stationt, azaz egy benzinkutat, és fel fogjuk futtatni, és szó szerint started from the bottom, now we're here. Szó szerint lentről kezdjük, és felküzdjük magunkat a ranglétrán, mint a rap szövegekben írták. Ja. Srácok, kikapcsol a lámpa, halló? Sziasztok, a másik miért nem oltódik fel? Így most fél arc. Tudod mit? Jó lesz így. Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket újra itt nálam. Először is, biztos vagyok benne, hogy már valaki játszott a játékkal, valaki csinált belőle a videót, valaki streamelt belőle. A Gas Station szimulátorról beszélek. Még amúgy ez a szimulátor játékunknál szokott lenni, hogyha ha véletlenül valaki először csinál a videót, akkor mindenkit kopizza. Na most hagyd mondjak el nektek egy fontos dolgot. A játékokat nem azért írják, hogy egy ember játszon vele. Úgyhogy igen, Andinak láttam, mert Andival Steamen is önösök vagyunk, hogy neki megvan. Úgyhogy most ez egy hashtag Dogi Andi copy. Yes. Jesus. Ezt ugye azoknak mondom, aki már a harácsol a komment szekcióban, hogy te kopis! Fene se tudja, hogy hol kéne lennie a facecamnak. Nézzük. Annyit láttam Steamen, ahogy keresgettem új játékokat, hogy ez feldobta, hogy ez olyan játék, amit én szerethetek. És a leírásából, igenis, ez egy olyan játék, amit én szerethetek. New game. Így van, a leírása szerint arra van szó, hogy veszünk egy régi, rozoga benzinkutat, és felfuttatjuk a max. Jesus, pedig levettem a hangerőt. Oh yeah, boy! Ez az régi... Oh, milyen spider tetkom van. Az ördög szekére elkúszott előlük. Oh, hogy így kezdődik a játék. Nem tudom sehogy átlépni. Hát akkor én már pecintettem egy tutti juice. Gyere pecincs velem, kocincunk. Aztán játszunk. Behajtunk ide az eladó részhez. És megvesszük ezt a területet. Mi? Csak így random? Meg se kérdeztük, mennyibe kerül? Nem alkudoztunk semmi? 12 óra múlva már aláírtuk a szerződéseket, minden? Ez ugye nem így megy a való életben, s kacekok. Mondjuk, hú, ebből a lakásból ítélve eléggé jólók vagyunk. Azt az eget. Szóval, jöjjünk rá, hogy hogyan tudunk bemenni a gas stationbe. Mi? Két zsák szemét? Ó. Jéjt! Hát ez elég gyenge dobás volt. Jéjt! High score kaptunk végül is. Ez a gas is? Na várjál! Ne, azt a zeget! Ez lesz a benzinkút, amit megvett, ez a benzinkút, amit megvettünk, amit fel kell újítanunk? Hú, de érdekesen csúszunk a lépcsőn. Oké, figyelj, enter the gas station. Oké, itt vagyok a gas station, de Jézus Máriám. Ugye mondd, hogy ez nem az. Ez nem, ez csak nem az. Oké, ezeket szedjük le. Most nem fogom oda egyesével elvinni. Eljítelem odáig. Jéjt! Majdnem. Hogy ez már bele is ment? Nem, most akkor töltsük 80-ra. Ahol nagyon-nagyon dobok, hallod? Szerintem ez belement. Én akkor átdobok, azért el tudnál jítelni egy ilyet oda? Mert nem, nem hiszem. Hú, még homokvihar is van. Amúgy a pattogó áramvezeték és a gáz, az... Hogy is mondjam nektek, srácok, életveszélyes. Fel fogsz robbanni. Meghalsz. Szóval, ilyet én biztos nem vennék. Azt a büdöseget szó szerint. Task complete. Ezt vettük. Tutti juice-os dobozokkal teli. Pont hajnali 2:45 van. Mert mi már, hol máshol lennék. Áram az van, mert megy ez, vagy csak bagos. Oké, follow the high voltage cable and find the way. Oké. Kövessük a... Kövessük a vezetéket, és próbáljuk megcsinálni az áramot. Á, itt van kint a biztosíték. Érdekes egy biztosítékház. Ezt most én hagyd ne szedjem már le. Áramot kell csinálnom. Ja, hogy ez mindenhol szikrázik végig? Odáig el kell szaladni? Hát jó. Hát jó. Nem hiszem, hogy ez így működik, de... Ú, de... Tudjátok a... Milyen? Courage the cowardly dog. Tudjátok, bátor a gyáva kutyás feelingem van. Wow! Hogy ez egy generátorról megy. Azt az eget. És a generátorba kitesz benzint, mert ugye a generátor így benzinnel kell, hogy működjön. Végül is miénk lesz a benzinkút. Ez az. És még zene is szól. Pizza meg minden van. Nagyon jó. Úristen, életveszélyes. Miért nem erre kötjük rá? Oké, okay, pick up the phone. At the booth. Úristen, most oda biztos kell szaladgálnunk, hát jó. Aj, pont csörög! Nem is tudta, hogy jövök.
Halló? Te vagy az az őrült, aki megvette azt a rozsda valamit, és semmi nem működik, van-e meg tiszta rozsda? Elmehetek, segít nekünk. Oké. Akkor mi nem csak potenciális üzleti partnerek vagyunk, hanem még család is. Szóval a családtagtól vásároltuk meg, ő sózta ránk ezt a trágya kupacot. A lényeg, hogy írogatni fog nekünk e-maileket, ahol okoskodni fog, hogy mit és hogyan csinálj. Na, ha annyira okos lenne, akkor nem ment volna csődbe. Na mindegy. De hála az énnek ez a benzinkutunk, szóval ez az egy tankunk van. Mindegy, ha jól csináljuk, felfuttassuk itt ezt a bizniszt. A bizniszt, na a számítót olvassuk el. Se billentyűzet, semmi, csak egy monitor. Oké, level van. E-mailek. Oh, howdy diddly there! Emetek, ad nekem pénzt, ha utána segítek neki, szóval ja. Nekem nem tetszik ez a manusz, na mindegy. Oké. Most mi a feladatom? Mini excavatorbe vagyok. A neve Rudy. Hűha. Ugye tudjátok, hogy ilyet nem lehet csak úgy vezetni. Mindegy. Játszunk. Oké, VHD, spacebarral. Igen. Shift-tel turbózok. Nagyon jó. És most mit kell csinálni? El kell bulldozerelnem az egészet? Most ez komoly? Kifogyott a benzinből? Elindultuk és kifogyott a benzinből? Gondolom most keresünk benzint, ugye? Már két e-mailem is van, hallod, a csávó az otthon ül, azt nyomkodja az e-maileket. Hát ez le van zárva. Ja, megy a ventilátor. Vagy mi az? Nem ventilátor, hanem légkondicionáló. Ujj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 
Na. Anyán vagyunk, anyán lakunk. Na Jerrykém, hadd töltselek meg pencinnel. Hova kell a pencint önteni? Hogy kell önteni? Jó, fiúl, jó van, értem. Itt a pencines. De most... Nem azt írta, hogy... Várjál, tools. Oda bele. Ez most szivar... Figyelj már. Mindjárt elocsolom az egészet. Ja, hogy üres! Öcsém, azért mondom. Ja, hogy itt már van is benzin? Most ugye megy bele. Ez az. Igaz, nem tudom, oda tette a lába közé, most mi belepisiltem, vagy amúgy mi történt? Teljesen olyan feelingje volt ennek az egésznek. Szóval, hogy 55-ször rakom át a kamerát, de na. Figyelj. És nem kéne róla leszenni a... Na, azért. Na. Most már tegyük el. Azt hagyj, gyerünk, menjen a buli. Menj innen. Megvettem ezt, 12 romóban már ott laktam benne, érted? Ecsém, egy kaktuszt nem tudok elütni, akkor hogy fogok elszedni onnan homokot? Na mindegy. Gyerünk. Most átmentem rajta? Most várjál. Most figyelj már, ez nem szed fel semmit, nézzétek már. Aha! Aha! Ég a izé! Srácok, kigyulladt. Mármint ez nem probléma? Jó van, neki még a... Mindjárt fel fogunk robbanni. Most mondom nektek. És ezt hova kell vinnem? Így hagyhatom rajta? Félek, hogy felrobbanok. Megpróbálom beletenni a szemetesbe. Csak nem halok meg. Na erez már le. Nem, jó, tudod mit? Így marad, nem érdekel. Jó vagy, üres, ügyes vagy. Azt mindjárt kigyulladtál. Nyissam ki! Open the gas station. Hát de... Láttad benn mi van? Hát én ezt nem merem kinyitni. Hát hol fizetnek? Hát ők bejönnek, azt elhányják magukat. Hát legyek meg minden volt ott. Hát menjetek már. Na jó. Open! Ez az, jönnek a milliárdok! Megnyomjuk ezt, akkor bezáródik. Oké, na. Oké, supply-okat kell refillel, nem gondolom, nincs elég pencén. Ezeket, ha így elhítelem, az így jó. Most nincs kedvem elpakolni. Itt jó lesz. És a pizzás dobozokat, meg a szemetet se tudom arrébb tenni. Úristen, és ide hívunk embereket. Na jó, azt mondja, hogy kérünk pencint. Szeretnénk kérni benzint. Minimum 100-at kell venni. Mennyi pénzünk van? 200 liter fér. Oké, rendeltem. Jön a pencin. Mikor hozzák a pencint? Le kéne szedni ezeket a fákat innen oldalról. Mi az, hogy játszok? Ne idegesíts már! Mi ez a kupi itt? Itt be van szakadva valami! Ide ember nem fog jönni! Ne idegesíts már! Fogadjunk, hogy egy autót nem fogunk itt látni. Öcsém! Nem értem ezt a játékot. Szanyám, még vársz a következő feladat, ha játsszál egyet. Ne nevettes, te ide jössz. Ember, jól vagy? Menj tovább, gyorsan! Aj, de ijesztő! Jézusom, ez be van! Ez be van szí... Jézusom. Hello. No more fuel.
Customers. Oké, ott jön a fuel. Hello, nénye! De jó a puma pólód, a monkey! Ó, tetszeng neki, szerintetek? Hozzák a benzint! De menő ez a benzines autó, tesám. Nem lehet rá... Ez egy kis poszki amúgy, nagyon menő. Oké. Na töltsük a benzint. Hogy kell? Itt izé bűzlenek a bogarak meg minden. Hozzad már a benzint, mert ott vár a nénye. Kicsit be van szívva. Kicsit részeg, azt se tudja hol van. Na, gyerünk. Hallod, itt mindenki részeg. Magára csukta. Hello. Mi? Ez Elon Musk. Ez Elon Musk. Kilőtte magából a izét. Gondolom én nyissam meg. Meddig forog örökre? Elindult. Töltődik. Fuel delivery. Tudsz tankolni, néni? Vagy nekem kell neki tankolni? Vagy... Ó. Ó, addig kéri 200-ért tele. Jó van, hát ez sokáig kéri. Ez a tele gazdag leszek. Tudom boostolni? $57 kérek. Mankis pólós néni. Köszönöm szépen. Én nem hittem volna, hogy ide ember jön. Már kis? Kész is? Meg is jött a pencin? Oké. Na várjál, én itt rendet raknék. Már jött 4 e-mailem. A bácsikám az reggeltől estig ott ül, az írja nekem az e-maileket. Várjál, mail. Mit akarsz? New ride. Megtaláltam Rudit, igen, csodálatos a Rudi. Hát ezeket már tudom. Hát ez, hogy üzé, töltsem újra Rudit. Open and close a gas station, igen. Jó, mennyi benzinünk van? Azt nem látom valahol. Fuel left, oké, még van. Ugye 200 a max. Na jó van. Már van $112. Valaki nem akar idejönni pencinelni? De, ott jön a következő. A következő azt hittem tovább megy. Itt van a következő páciensünk. Tessék, csak tessék. Régi rozog a benzin, nes kiadógép, de a benzin friss. Most gyűjt. Várj, ez is ilyen őrül. Ne üss már el! Ez is őrült. Nézze, úristen, a székbe be... Sziasztok, a benzint kérek. És nekem kell tankolni, érted? Nézd már. Ezzel nekem sosem tankol senki. Igaz, nem is járok tankolni, de nem baj. Gyerünk. És ha többet tankolok, akkor... Oké. Pontosan ezt akartad. $58. Köszönjük szépen. Egy kis borravaló? 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 Nem. Inkább te belebagolsz a székbe. Bele. Úristen, ez benne ült a székbe. Felállt! Felállt! Előtt elindult! Felállt! Jó van. Na, srácok, én szerintem lezárom a pencinkútat, mert ennyi elég is az első résznek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Bezárjuk a station. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogy tetszik nektek a játék? Legyen belőle folytatása? Igen? Akkor veressetek egy... Semmit nem szeretnék. Köszönöm szépen, kedves órám. Szóval srácok, ha tetszik nektek ez a játék, és szeretnétek folytatást, veressetek egy lájkot, ha nem nyugodtan egy diszlájkot, ez érezvény. Ne felejtjétek el percintani egy tutti juice, és ti vagytok a legeslegjobbak. Sziasztok!